Kult mögött. Írta Jaroszláv Dietl. 9. rész, szeptember. Az üveges néni kalandja. Amikor itt a kulcs, zavarja ki az embereket, különben itt éjszakázunk, jó? Jó, megyek, jó, már megint én mindent, én itt vannak ezek a lányok, de csináljam. Meg magát akarom a leghamarabb sírva tenni. Na jó, csak még hülyéskedjen is velem. Hát hiányzik ez nekem, mikor megvan a nyugdíjam. Nagyságos asszonyom, engedjen engem be. Na, zárva vagyok. De nekem nem kell csak egy kis kolbász, meg egy kis kenyérke. Nem lehet bejönni. De drága asszony, nincs vacsorám. Azt hamarabb kellett volna meggondolni. Ne legyen olyan szívtelen, most lett vége a munkának, csak nem hagyj ilyen halni. Nem úgy néz ki, mint aki ilyen hal. Na jó. Mit akar venni? Hát mégis beenged. Nem. Mondja meg, hogy mit akar, és én idehozom magának. Csak egy kis szalámit. És mennyi legyen az? Hát úgy fél kiló, több nem. Kenyér, meg sör. Na persze, az a legfontosabb. Ezt maga mind megeszi ma este vacsorára? Hát inkább ruháznám, mint etetném. Ja, igen. Még tízdek a kávét is adja. Hogyne, majd nem tud aludni. Én, drága asszonyom, mint a bunda. És hol a pénz? Pénzt nem ad, a magaméból fizet semki. Jaj, nem, ne haragudjam, elfelejtettem. Hát akkor gyorsan, azonnal megleszem. Hát, erre tessék. Tessék. Jó, maga várjon itt, mindjárt idehozom. Jó. Saját magának lesz ez, mamika? Aha. Tulajdonképpen nem. Ott áll egy hibbant vén ember, azt kért meg rá. A lányok meg már összepakoltak. Nem is látszik olyan hibbantnak. De nem. Ha valaki zárás után jön vacsoráért, szerintem az hibbant. Nekem az olyan nem rendes ember. Talán egész életében gondoskodott róla valaki, és most egyedül maradt. És aztán csináljam helyette én. Mamika, hiszen boldogan csinálja. Hát hogyne. Jaj, drága nagyságos asszony, hogy maga milyen kedves, egyszer szüksége lenne valamire, Matyaicsek vagyok, burkolómester. A legjobb mester vagyok, akivel csak életében találkozom. De nem prágai vagyok ám is, egy prágai sem tud úgy csempét rakni, mint ahogy mi tudunk Vicsekben. Azt csak tegye el, drága nagyságos asszonyom, az a magáé. Na, Mamika, jó kis parti lenne magának, ugye? Olyé, nem vagyok gondolt, hogy újra igába hajtsam a fejem, elég volt egyszer. Ismerem én ezt, minden asszony ezt mondja, aztán a végén egy se bírja ki nélkülünk. Így van, Andulka? A feleségétől kéne megkérdeznie. Már megint azt gondolod, hogy milyen szerencsétlen alak vagy. Csak elképzelem, hogy mennyire más lett volna minden, ha együtt kezdtük volna az életet, az elejétől. Virágot vettem volna, és elmentem volna megkérni a kezedet. Ezt még mindig megteheted. És kitől kérjem meg a kezedet? A mamától? Ahhoz túl nagy vagy. Ne a mamámtól, a gyerekeimtől. Enélkül ugyanis nem tudják, hányadán állnak velünk. Így legalább meg lehetne az az érzésük, hogy ők maguk határoztak. Tehát vegyem föl a fekete öltönyömet. És mikor kell beállítanom? Holnap este. Na, de hát ne félj, majd sütök kuglófot. Nem, komolyan. Szörnyű lámpalázos leszek. A gyerekek meg fognak lepődni, talán megijednek. Én meg félni fogok, hogy nem sikerül. Nem kell félni. Előkészítem őket.
Jó estét, hogy vannak? Jó estét. Hely, ha maga úgy ragyog, mintha megnyerte volna a főnyereményt. Igen? Lehet, hogy valóban meg is nyertem. Mihala! Petya! Merre vagytok? Szervusz! Szervusz, Anna! Jó estét! Nem haragszol, hogy betolakodtam hozzátok? Bejelentés nélkül. Nem, semmi baj. Majd szólok, ha kész a vacsora. Ne haragudj, én kopogtam, de nem hallottad az ajtól, ahogy ezt itt... Semmi van. Rám tudnál szánni egy pár pillanatot? Vacsorát kell csinálnom, látod? Nézd, mondani akarok valamit, és úgy se tudod eldönteni azonnal, hogy mit válaszolj. Mi az, amiben döntenem kell? Végeztem, befejeztem vele. Mit fejeztél be, és kivel? Szakítottam vele, végleg elváltunk. Rettenetes ostobaságot követtem el az élettel szemben. Ilyen feleségem volt, mint te, gyönyörű gyerekeim, olyan családom, hogy mindenki irigyelt érte. És erre én egyszerűen semmibe vettem az egészet. Összeálltam egy cinikus, egy önző, egy... Bocsáss meg, hogy erről beszélek, de el kellett mondanom neked. Ugyan miért? Nem érted meg? Nem, egyáltalán nem értem meg. Tudom én. Azért, amit elkövettem ellened, nyugodtan leköphetsz, és nekem még ahhoz sincs jogom, hogy haragudjak érte. Valahogy mégis arra gondoltam, hogyha lehetne. Hogyha mégis... Ha túltennéd magad rajta, akkor még élhetnénk együtt. Egészen szépen együtt élhetnénk. Mi ketten? Mi ketten? Az már úgy sem menne. Amiatt a bizonyos úr miatt? Már ő miatta sem. Bocsáss meg. A gyerekek persze nagyon örülnének neki. Rájuk akkor kellett volna gondolnod. Neki kártottál a legtöbbet. Hát igen. Éppen ezért akarom a hibát helyrehozni. Mihala, gyere enni! Petya, vacsora! A klubnak csinálsz valamit? Még nem tudom. Apa elment már? Már rég elment. Mindjárt azután, hogy beszélt veled. Na, gyere! Apu miért nem eszik velünk? Úgy látszik, sietett valahova, tudod? Volt neki ideje bőven.
Ezt nekem nem mondta. Kérdeztetek tőled valamit? Elhatároztad, hogy mit válaszolsz apának? Apa nektek is elmondta? Én már felnőtt vagyok. Akkor viszont magadtól is tudod. Tudod, hogy mit válaszoltam neki. De még változtathatsz rajta. Értsd meg, hogy nem akarok rajta változtatni. Azért, mert megsértett? Azt akarod, hogy őszinte legyek? Uh-huh. Megsértett, halálosan. És téged is, és Petyát is megsértette. De mi megbocsátjuk neki. Te is megbocsátasz. Neki a báj, nehogy fölébreszt Petyát. Megbocsátasz neki. Nem olyan egyszerű dolog ez, kislányom. De nem akarod azt mondani, ugye, hogy nem értem meg miért? Nem mondtam, hogy nem érted meg, azt mondtam, hogy nem olyan egyszerű dolog. De igen, nagyon is egyszerű, egészen egyszerű. Mit akarsz ezzel mondani? Ha nem lenne egy bizonyos valaki, nem gondolkoznál egy percig se. Jó éjszakát! Jó reggelt, mamika, én már megint itt vagyok. Mire föl vagyok én magának, mamika? Nem érgelődjön, folyton túl hamar megöregszik. Minek cipekszik itt ezekkel az üvegekkel? Én kérem, itt nem az üvegekkel cipekszek, hanem részlegvezető vagyok. A visszaszolgáltatandó göngyöleg részlegét látom. Aha. Aha. És mennyit hoz ez magának, ez a részleg? Mi köze hozzá? Na persze, persze, semmi közöm hozzá. Csak érdekel, hogy ki fizetődik-e a nyugdíj mellett. Mert maga már nyugdíjas, nem? Az vagyok. Hát én is. De nekem úgy megy az ipar, mint még soha. Na hát azt képzelj el, hogy meg tudok keresni egy hónapban 6000 koronát is. Nem hitte volna, ugye? Elhiszem én. Én is keresek ám itt valamit. Megvan a 2000 havonta. Még több is. Igen? Igen. És a 2000-en kívül még kóstolgat is itt, mi? Micsoda? Hát hogy szabad-e hozzá itt ott csipegetni? Mert úgy hamar jól lakik az ember, nem igaz? Na hiszen szépen is volnánk. Itt ezt nagyon is szigorúan veszik. Mindenért fizetni kell. Ó, fizetni? Bizony. Hát akkor megmondom magának, hogy nálam sokkal jobb helye lenne. Hogy magánál? Mint házvezetőnőnek. Házvezetőnőnek? Az én házvezetőnőmnek. Magának házvezetőnőre lenne szükség? De még mennyire, de nem találok sehol senkit, még havi 2000-ért sem, érti? Adna 2000-et havonta egy házvezetőnőnek? Adnék én? Miért adnék? Magának már nem él a férje, ugye? Nem él már. Honnan tudta meg? Hát, az valahogy látszik. Miből látszik az? Hát, hogy örökké föl van paprikázva. De én nálam ezt nem csinálhatnám, mert én csak a vidám embereket szeretem. Hát én nem megyek magához soha, értette? Matyejicsek vagyok. Azért ne felejts el, gondolkozzon még a dolgon, visszajövök megkérdezni újra. Ne fáradjon vele! Az ember sose tudhatja, melyik gödörbe huppan bele. Hát a viszontlátásra, mamika! Gyerekek, ne szabályatok, mert azonnal megsiketülök, és nem kaptok semmit. Na mondjad, mit kérsz. Ami, ezeknek a gyerekeknek annyi a pénzük, mint a pejva. Történt valami? Nem, miért? Úgy nézel ki, mint aki lunkolt 3 éjjel egymás után. Rosszul aludtam az éjszaka. Megharagudott a vőlegényed? Fölveszem a köpenyemet és jövök segíteni. Hmm? Na mondjátok, angyalkáim, de gyengén. Jó, rendben lesz. Köszönjük. Halló? Karel Brozsal beszélek? De igen. Találkozunk, csak nem tudjuk elintézni azt, amit megbeszéltünk, tudod? Nem, semmi nem történt, csak... Egy pár nappal el kell halasztanunk. Ne haragudj. Hogy? Persze, találkozhatunk, miért ne találkozhatnánk? Petya nincs egészen jól, de nem komoly, csak hőemelkedése van, és megérted. Igen, a ház előtt. Majd lemegyek. A csemegepultán sorba állnak. Nem tudom, miért mondja. 20 percen van még a műszak kezdetéig. Mi a fene ez itt? Már megint itt vannak az üvegek a folyosón. Ki a fene hagyta itt? Nem tudja, hogy hol van ennek a helye, mi? De még menj
mennyire tudom, hogy hol a helye. Nem kell, hogy maga magyarázza meg. Ha sokat piszkál, majd én magyarázok. Engem már nem sokáig látnak itt. De jól tetted, hogy korábban jöttél. El kell mennem a mérnökkel öltönyt vásárolni. Köszönöm szépen. Úgy öltözködik, mint egy manökken. Menj, majd én elintézem. Jó, köszönöm. Mit kérsz, kicsikém? Kérek 10 dek a francia drazsét. Te hogy kerülsz ide? Beszélnem kell veled. Ha egy pillanatra ki tudnál jönni. Nem hagyhatom itt a vevőket. Menj csak nyugodtan. Majd addig én kiszolgálok. Jó napot. Vásárolni akartál menni? Az megvár, nem olyan sürgős. Eredj. Te mit szeretnél? Kérek 10 dek a francia drazsét. Nézzétek! Mi nem olyan viszonyban vagyunk egymással, hogy a kellemetlenségeket eltitkolt. Ahhoz túl jól ismerjük egymást. Igazad van, ne haragudj rám. Valóban történt valami. Visszament a férjed? Honnan gondolod? Egy idő óta folyton ettől félek. És mióta? Nem fontos, hogy mióta. Miért ment vissza? Nem jött vissza, csak vissza akar jönni. És persze a gyerekek akarják. Tegnap éjjel erről vitáztam Mihalával. Csúnya vita volt? Eléggé. És a végén te voltál az egoista. Most mit gondolsz, van neked abban valami jó, hogy szeretsz? Miért kételkedsz benne? Mert látom, hogy milyen helyzetben vagy. Nincs olyan helyzet a világon, ami a kettőnk viszonyát megváltoztatná. Ha velem vagy, mindent kibírok. Ott leszel ma este? Ott leszek. Én is ott leszek. Öt percet késett. Hét percet. Itt vagyok, elmehetsz. Na, mi van? Ani. Az idegeimre mentek, te meg ez a Sphinx vőlegényed. Inkább ne kérdezz most semmit. Mit parancsol? 10 dek a olaszt. Ha ezt túlélem, ne félj, úgyis elmesélem. Az nem jó, mert akkor késő lesz. Akkor már nem használhatod az én értékes tapasztalataimat. Ebben a helyzetben te még sohasem lehettél. Örülj neki, hogy így van. Férjhez menjek kiokosítatlanul, a te lelkedem fog száradni. Az én lelkemen már annyi minden szárad, hogy ilyen csekéséget könnyen elbír. Na végre, lányom, csak hogy ebben a halottas házban egy élő lényt látok. Szervusz, anya. Szervusz. Miért mondod, hogy halottas ház? Hát csak egyszer jöjjek bejelentés nélkül, tessék, nincs itthon senki. A gyerekek nincsenek itthon? Nincsenek, senki sincs itt. Tessék. Elmentünk apával valahova. Idejében itt leszünk. M plusz P. Nem mondhatod, hogy az apjuk nem törődik velük, igaz? Igaz. Törődik. Na mi az? Vissza akar jönni. Micsoda? És ezt csak ilyen könnyedén mondod? Hogy kéne mondanom? Nem értem egészen pontosan. Csak nem jött ide hozzád, hogy megtegye ezt az ajánlatot. Megtette. És mivel indokolta meg? Hogy tévedett azzal a nővel, nem tud együtt élni ilyesmivel. Szenzációs ember. Ilyen jó viccet nem is hallottam mostanában. Na legalább megvan az elégtételed. Még ennyit se érzek. Hogyhogy nem. De remélem azonnal kidobtad az ajtón. Nézd, anya, itt nem az a fő kérdés, hogy kidobtam-e az ajtón. Nem? Hát mi a fő kérdés? Légy olyan szíves, magyarázd meg. Anyu, tudod, hogy hol voltunk? Nem tudom. Köszönj a nagymamának. Szervusz. Szervusz, nagymama. Hol voltál? Moziban voltunk, és ostromoltak egy erődöt a filmben. Részt ütöttek az ágyúval, aztán dobtak egy gránátot.
és az egyik elkapta, és visszadugta nekik. És mi lett aztán? Mi? Mindenki megmenekült. No, hát akkor ez egész jó film volt. Szervusz, nagymama. Szervusz, Mihala. Te is voltál moziban? Miért ne? Na, csak azért csodálkozom, mert nem szoktál elmenni háborús filmekre. Már régóta megnézek mindent, ha jó. Hát ezt meg mi lelte? Vitatkoztunk az este, megsértődött. Itt van egy narancs, eredj szépen, hámozd meg. Köszönöm. Csak nem vonta bele a gyerekeket is. Dehogy nem. Micsoda disznó alak. Anyu. Remélem, anyu, nem veszed rossz néven, ha aput fölhívom. Természetes, hogy nem. Hát te neked már teljesen elment az eszed? Most miért mondod ezt? Mit tennél te az én helyemben? Magyarázd meg. Én valami egészen mást, fiam. Mondd meg, hogy mit. Én Móresra tanítanám, de úgy, hogy az életben nem felejteni el. Azt a férfit, aki hatása alatt tartja a két gyerekemet, nehezen taníthatom Móresre. Jó estét. Jó estét. Mi már ismerjük egymást. Így van, ismerjük. Maga bizonyára Holubováron vár. Ő rá várok. Én viszont Holubova kisasszonyra várok. Miért nem megy fel hozzájuk? Úgy beszéltük meg, hogy itt várok az autóban. És maga miért nem megy föl? Apu! Gyere! Amint látja, én már megyek. Menjünk be az én szobámba, jó? Azonnal, csak előbb köszönök a mamádnak. Tessék! Szervusz, Ani! Jó estét! Mihala hívott föl, hogy segítsek neki a film elemzésben. Nem haragszol? Mi okom lenne haragudni? Bocsánat a zavarásért. Apu, én is megyek! De most nem jöjjesz be hozzám, mert csak zavarnál. Anyu, engem Mihala mindig elkerget. Játszani akarok apuval. Hagyd őket békén, és gyere velem játszani. Hozd ide a nem érgelő gyemberkét, jó? Na jó, de veled mindig játszhatok. Apával meg csak néha. Hát menj. No, akkor elmegyek. Készítsd el a gyerekeknek, majd ha lesz egy kis időd. Isten veled, kislányom. Telefonálj. De minden nap, hogy tudja, mi történik veled. S ha mégis meggondolod magad, szívesen segítenék rajtad, majd én kihajítom. Csak egyszer belemennél, hogy beszéljek vele. Megmagyaráznám neki, hogy ne mászkáljon ide. Elfelejtettem mondani, lent az utcán vár rád valaki.
Tudom. Ha akarod, lefektetem Petyát. Köszönöm, nekem van időm. Azt hittem, hogy... Kellemetlen volt? Igen, eléggé. Nekem is. Megint itt vagyok. Hogy határozod, drága asszonyom? Miről van szó? A házvezetőnőségről jön, vagy nem jön? Maga megbolondult. Megmondtam a véleményemet, nem? Teljesen igazat adok magának. Minek is vállalna el? Nem is azért jöttem, egészen mást akarok ajánlani. Jöjj hozzám feleségül. Mit nevetnek? Szabad ember vagyok. Jobban mondva, özvegy ember. A gyerekek kirepültek, és Prágától 10 percre egy gyönyörű házom van. Terméskőből, fürdőszobából is, etlásfűtéssel. Mit csinálnak itt? Miért nem dolgoznak? Nem lehetnek kiszünetet tartani? Itt az üvegeknél úgy gondolom, csak egy pillanatra. Jó ember, értse meg, nincs időnk a maga locsogására. Nem árt vele senkinek, nekem meg el kell intéznem valamit. Hozott visszaváltani való üveget? Nem hozott. Na, hát maga soha életében nem állt még ilyen türelmetlenül, nem várta, hogy a szíve választotja, döntsön végre. Uram, mi nem vagyunk kíváncsiak a maga hülyeségeire. Kifelé! Ki innen! Mit tetszett mondani? Hülyeségeire? Hallottam én itt annyi hülyeséget, mint égen a csillag. És tudja kitől? Magától! Használja egészséggel! És foglalkozzon az üvegeivel maga! Hű, a betyár mindenségét talpra esett, asszony! Ezt hogy képzeli? Azt hiszi, hogy a galambduszban van? Kit teszek most a helyére? Majd én beugrok helyette. Mamika, kívánom, hogy boldog legyen. Tiszta szívemből. Vezetőkartás. Mit gondol, hozzám menjek feleségül? Pihenésre van már szüksége, Mamika. Azt a mindenségét, maga nagyon finom ember. Most aztán igazán láttuk. És egyszer ki kell csempézni a fürdőszobáját. Csak rendelkezzék velem. Na igen, persze. Na. Minden jót kívánom! Milyen boldogul, milyen sokat! Mi történik itt, Mamika? Hát képzelj el, vén fejemmel férjhez megyek. Hát nem rettenetes. Miért lenne rettenetes? Éppen ellenkezőleg gyönyörű. Gratulálok. Köszönjük. Még irigylem is magát. Na látod, ugye? Viszontlátásra. Viszontlátásra. Ugye nem is úgy néz ki, mint valami vén ember? Ő? Ugyan, mintha fiatal lenne. Sok boldogságot, Mamika. Köszönöm. Kívánok. Jó napot. Én Karel Brozsúrral szeretnék beszélni. Én vagyok, Brozs. Akkor azt hiszem a fiával, vagy az öcsével. Értem már, talán a fiammal. Na jó, jöjjön csak be. Karel, vendéged van. Az édesanyjával történt valami? Nem, nincsen semmi baj. Csak szeretnék magával beszélni. Tessék, foglaljon helyet.
Kér egy kávét? Nem, köszönöm. Hallgatom. Mindjárt az elején szeretnék leszögezni valamit, hogy senki nem küldött magához, sem az édesanyám... Sem az édesapja. Nem, ő különösen nem. A címét azon a levélborítékon láttam, amit édesanyámnak küldött a nyáron. Szeretném megkérni, senkinek nem mondja el, hogy itt jártam. Az édesanyjának se. Elsősorban neki ne. Megígérem. Amennyire észrevettem, az édesanyámmal komoly szándékai vannak. Valóban így van. De bizonyára tudatában van, hogy ha őt elveszi, minket is elvesz vele. Igen, tudatában vagyok. És hármunk közül ketten maga ellen vagyunk. Miért? Nem úgy vagyunk maga ellen, mint egy személy ellen. Mi csak azt szeretnénk, ha az apánk visszajönne. Megértem. Ez azt jelenti, hogy visszalép? De ezt csak ketten akarják. Ketten. Mi lesz a harmadikkal? Hát ide figyeljen. Ha maga nem lenne, akkor a mamánknak semmi kifogása nem lenne apánk ellen. Maga úgy gondolja, hogy jogunk van ehhez? Dönthetünk az édesanyja sorsáról nélküle? Nem lenne ez olyan nehéz. De bonyolult, hogy higgye el. Talán ártani akar az édesanyjának. Döntsön a maguk akarata szerint. És arról tudni sem akar, hogy ő vajon boldog lesz-e. Ide figyeljen! Ne takarodzon állandóan ő vele! Nehogy azt higgye, hogy ő megvédi magát! Anyu, nézd csak ezt a várat! Ezt nem tudja bevenni a legerősebb katona sem! Látod, itt van egy felvonó híd. Itt egy torony lőrésekkel. És itt lent a föld alatti folyosó, az ennivalónak és a sebesültetőnek. Hát ezt őrült jól kitaláltad, Peti. Most támad meg a várat. De hát tudod, hogy én nem vagyok katona. De játsszuk azt, hogy katona vagy. Nem tudsz úgy játszani, mintha az De én tudok és megtámadom. Kegyetlen katona vagyok és oldalról támadom. Oldalról nem tudsz. Ott van a szikra. A másik oldalról. Ott van a folyó. Akkor hátulról. Oda vannak készítve a kövek, és azokat fogom legurítani. Petya, akkor előről támadlak meg. Itt van a lőtorony a lőrésekkel. Ebben az esetben el kell ismernem, hogy ez a vár tökéletesen bevehetetlen. Na végre, hogy elismered. Te bevehetetlen kisfiam. Szervusz, hát te már itt vagy. Szervusz. A selejtező sikerült, részt veszek az országos versenyen. Hát ez aztán siker, gratulálok. Petya, te is gratulálj neki. Jól van, gratulálok én is. Köszönöm szépen. Mit szavarsz a versenyen? A perzselő szemeket. Na, ezt jól kitaláltad. Mikor lesz a verseny? Az autóbusszal szombaton reggel lehet menni, de én már elmegyek pénteken. Apával. És hol fogtok aludni? Brünnben. Az Interkontinentálban. És mi történne, ha éjszaka megtámadnám a váradat, Petya? Éjszaka beesnél a várárokba, és megjelennének a varangyok meg a viperák. Szeretnék ajánlani valamit. Vagyis inkább kérni. Ha pénteken elmennek a versenyre, mi elutazhatnánk víkendre. Lenne két napunk, hogy gondolkodjunk. Petyával. Hát bevallom... Úgy képzeltem, hogy csak mi ketten lennénk. Teljes 48 órát. Valahogy minden túl bonyolult lett. Szeretnék kettesben lenni veled. Megbeszélem valahogy a nagymamával. Nagyon örülnék. Sok időre van szükségünk, hogy nyugodtan végig gondolhassunk és megbeszélhessünk mindent. Én is szeretném. Eredj csak, lányom, eredjél csak. Én úgyis szabad leszek. Elmegyünk Petyával körhintázni. Petya nem szereti a körhintát. Ő nem szereti, de én imádom. Aztán beülünk a kis autóba, és elmegyünk lövöldözni. Már úgyis régóta nem lófráltam férfi kísérettel. És nálad mi újság van? Semmi különös azon kívül, ami volt. Az elég.
Nekem kéne mégis Petyával otthon maradni. Arról szó se lehet. Eszedbe ne jusson, kislányom. Szükséged van a kikapcsolódásra, meg időre, hogy mindent jól meggondolj. Ezt már valaki mondta. Csak azt remélem, hogy nem a volt férjed. Nem. Nem ő volt. Ebből eszem egy darabot, hát ha akkor férjhez megyek. Valahogy kezd nagyon a terhemre lenni a lányságom. Legalább egyetlen szeletet hagy Anikának, megbostod, csak pókhasson. Hű, micsoda sütemény, meglátszik, hogy hivatásos háziasszom. És vigyél a gyerekeknek is haza. Nézzétek már, hogy siet. És ha egy kicsit kinéznétek, mindjárt látnátok, hogy ott várja az autó a sofőrrel. És milyen szeme van annak a sofőrnek? Hűséges. Csak hadd menjenek a lányok a konty alá. Én is hogy kapáloztam ellene, és ugye, hogy nem kellett volna. Mert ez az egy igaz, gondoskodni egyetlen férfiról, aki ráadásul egész nap nincs is otthon, na hát ennél jobbat már egy asszony se kívánhat. Na, kapok a süteményből. Persze, hogy kapsz. Én is kérek. Én is ettem, hogy maradjon. Mi csomagolok a gyerekeknek is. Mi halad szavaló versenyre megy Petya meg a nagymamához? Valami csodálatos. Ilyen csak egy igazi szakácsnő. Aranyos vagy. A legjobbakat kívánom, és jöjjön henni, ha meglátogat. Tényleg jól magad, fejsz. Szervusz! Legközelebb hozok nektek egy pár üres üveget. Viszontlátásra, Dominik úr. Kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra. Viszlát, idejót. Viszlát. Halló! Halló! Élelmiszer! Holubov akar társnő? Egy perce jut be a Rolls-Royce-ba, hogy elsuhanjon víkendezni. Az édesanyja, ugye? Sajnálom, de most már csak úgy találnám meg, ha országos körözést adnak ki ellene. Máskülönben eszi a fene. Nincs mit. Viszontlátásra! A kocsi odalent vár, a sofőr már elkészült. Hát mi hiányzik még? Nem hiányzik semmi. Az utas is készen áll a behajózásra. A legszebb utasom vagy. Borzasztóan csinos vagy. Senki nem fogja elhinni, hogy a lányommal vagyok. Komolyan? Aha. Tessék. Szervusz, nagymama, én vagyok. Nem, anyu már nem is jön haza. Na jó, de mit csináljunk mi vele? Mi már azonnal indulunk. És nem tudnád oda bevinni magaddal? De nagymama, nem halasztják el a szavalóversenyt a szolgálatod miatt. Tessék. Jó napot, itt Jirzsi beszél. Az csak természetes, hogy elhozzuk Petyát a napköziből. Nem, nem kell aggódnia. Majd velünk jön. Viszontlátásra. Hogy gondoltad, hogy majd velünk jön? Mi a halka? Te már egészen felnőtt vagy. Képes vagy mérlegelni a dolgokat. Nyilván megérted azt is, hogyha az édesanyád elutazott valahova, akkor Petyával nekem kell törődnöm. Egyedül kell elmennem. Figyelj, de mondok valamit. Petya kicsi, nem engedhetem, hogy egyedül maradjon. Elmész a busszal a többiekkel együtt. Úgy örültem neki, hogy vered lehetek. Én is örültem, hidd el, és majd rád fogok gondolni egész nap. És egyszer pótoljuk, ha lesz rá alkalom. De ha segíteni akarsz valamiben, hogy sikerüljön a közös tervünk, akkor engedd meg, hogy Betyával maradjak. Ez fontos, és később meglátod, hogy neked is így a jobb. Hát rendben van. Maradj csak itt. Jó napot kívánok! Nem érezte jól magát a kisfia, biztosan megfázott. Meg kéne a lázát otthon mérni. Feltétlenül megmérem, köszönöm. Kérem. Mi van veled, Petya? Hol van a nagymama? A nagymamának nem volt ideje, én jöttem érte, de remélem nem haragszol. Nem, csak nagyon fázom. Azt mondod, fázol? Vedd fel a kabátomat, jó? Megkaptad. Ez melegíteni fog. Légy szíves, pótold a hiányt. Igazi nagyfiú leszel benne. Holnap meg. Na gyere, menjünk.
A nagymama a poliklinikán dolgozik, ugye? Igen. Talán bemehetnének hozzá egy pillanatra, és ő adna valami gyógyszert. Köszönjük szépen a jó tanácsot, ezt tesszük majd. Igen. Gyere! Vlágyát várja apuka? Igen. Parancsoljon, felséged! Az egész palota a rendelkezésére áll. Apu, nem tudok menni, vegyél föl! Hát persze, hogy fölveszlek. Gyere! Ú, de nehéz vagy már! Na látod, már itthon is vagyunk. Most szépen lefekszel az ágyba, jó melegen betakarózol, megmérjük a lázadat, és egy-kettőre meggyógyulsz. Jó napot kívánok, itt Jirzsi Holub. Kérem szépen, ki tudnának jönni most azonnal a fiamhoz? 39 fokos láza van, éppen most mértem. Bronhitisze van a gyereknek. Penicillint kell neki adni. Az édesanyja? Nincs itthon, szolgálati úton van. Vizes borogatás kell, el tudja készíteni? Azt hiszem, még többre is képes vagyok. Majd én megmutatom. Itt a penicillin. 6 óránként egyet, legyen mellette állandóan. Ha baj van, hívjon föl. Vele leszek éjjel-nappal. Jól van? Kis lovag, ébredj! Ébredj föl, na! Vedd be az orvosságot. Na, így. Ez majd megvéd a ronda hétfejű sárkánytól, tudod? Na? Várjál! Igyál ebből. Jól van. Szépen, Petya. Most nagyon bátor legyél. Így, né. Majd veszek neked katonákat, és óriási csatákat vívunk együtt. És te leszel a parancsnok, tudod? És aki vezényel, Petya, annak ki kell bírnia mindent. Meglátod, olyan csodálatos leves főztem neked, hogyha ezt megkóstolhatták volna a Szindbád haldokló tengerészei, rögtön meggyógyultak volna, na? De vigyázat! Ez a leves kettőnké, mert meg kell velem osztanod, és mivel egészen különösen jó, igencsak igyekezned kell, hogy jusson valami neked is. Na gyere! Egy pillanat. Tessék! Ki beszél? Ott ki beszél? Holubová lakását hívtam. Igen, ez Holubová lakása, én pedig Holub vagyok. És mit csinál maga ott? Hát itt vagyunk Petyával. És nem mentek el sehova? Amint hallja, nem. 2 egész napot ott ülnek a lakásban? 2 egész nap ülünk a lakásban. És mit csinálnak? Hát csak játszunk együtt, tanulunk, beszélgetünk. Na hát én most már szabad vagyok, és elviszem Petyát magamhoz. Na persze, igen, de éppen arra gondoltunk, hogy elmennénk Hukléba. Miért? Mi van ott? Lóverseny van, meg ilyesmi. Lovagolni lehet, úgyhogy viszont látásra. Na várjunk csak. Beszélhetnék előbb Petyával? Hát persze. Petya! Gyere ide egy pillanatra! Nincs itt. Úgy látszik, előre ment. Megmondom neki, hívja vissza nagymamát, ha visszajöttünk. Jó lesz? Igen, ez nagyon kedves lesz magától. Nem kellett volna eljönni. Hogy jutott ez eszedbe? Nem érzed velem jól magad? De igen, jól érzem magam. Történt valami? Nem történt semmi. Akkor miért akarsz elmenni? Nem akarok. De akarok. Szörnyű vagyok, ugye? Csak az üres lakást találod otthon. Tudom, de nyugtalan vagyok. Menjünk vissza, gyere. Haragszol? Nem haragszom. Sikerült mindent tisztáznunk, ugye? 3 motoros, ismered? Az érdekes az benne, hogy a 3. motor itt van hátul, ahol egyedül csak a kormány szokott lenni egyébként. Ez biztos a doktornéni lesz, meg akarja nézni, hogy javulsz. Hát hogy nem mentek el a lóversenyre?
Jó napot, jöjjön be. Sejtettem én azonnal. Szóval így lovagoltok ti. Szervusz, Petya. Már meggyógyultam. Igen, látom. Éppen azt mondta, hogy nem érzi jól magát, ezért nem mentünk el lovagolni. Ne rölködjön tovább fölöslegesen. Látom én, hogy hány tabletta hiányzik az üvegből. Két napja szedi a gyerek. Nagyma, apu tengerészlevest főzött nekem, de az olyan finom volt. Színezd ki ezt a repülőgépet, jó? Én meg kimegyek tárgyalni az apáddal. Jöjjön. Most legyen szíves, magyarázza meg, miféle komédiát rendezett itt maga? Nem értem magát, mamikám. Én nem vagyok magának semmiféle mamika. Bocsásson meg. Ki volt itt számítva minden az elejétől? A gyerek betegsége? Az anyja Isten tudja, hol koszál egy pasassal? És íme ki az, aki feláldozza magát, és küzd éjjel-nappal, hogy megmentse a gyerek életét? Már ne haragudjon, de ez nem így van, megmagyarázom szívesen. Egyáltalán nem vagyok kíváncsi a magyarázataira. Szedje össze a holmiát és tűnjön el. Hát azt már nem. Mi az, hogy nem? Úgy, hogy én innen nem megyek el. Magának itt nincs semmi keresnivalója, ez nem a maga lakása. Az lehet, de az én fiam beteg. Mellette maradok. Maga itt nem marad, fiam. Itt maradok. És ne felejts el, hogy senki nem tehet ki engem, amíg Anna meg nem jön. Elismerem, hogy volt, amit hatáskeltés céljából tettem. De csak is a gyerekek miatt. És ennek már vége is van. Nekem most már nem számít semmi, csak a gyerek. És amint látta, szüksége van rám. Talán elhiszi, hogy a gyereket tudom ápolni magam is. Emiatt egyáltalán nem kell itt maradnia. Maradjon csak! Anni? Mamika! Vásárolni jött ugye hozzánk? Hogy is ne? Mit gondolsz? Visszavesz Kárász az üzletbe? Miért akar visszajönni? Az uram nincs otthon. Örökké csak nézem a négy falat. Egész nap egyedül lenni. Ezt már én valahogy nem szeretem. Itt legalább elbeszélgetek az emberekkel. Tudod, milyen voltam otthon? Mint egy vénséges, vén, magáboroskat öregasszony. Hát akkor igaza van, és Kárász biztosan visszaveszi. Örülök, hogy itt talállak. Voltam nálatok is, de már eljöttél. Jirzsi visszajött. Hogy? Petya beteg volt. Jirzsi ápolta 3 napig. És ott maradt. A gyerekeknek szükségük van rá. Szereplők: Jizsina Svorcová, magyar hangja Földesi Margit, Dana Medzsicka, Pápai Erzsi, Jana Bousková, Götz Anna, József Langmiller, Láng József, Péter Hányi Csinyec, Fülöp Zsigmond, Vladimir Menšík, Makai Sándor, Zdeněk Zsehor, Kaló Flórián, Vladimir Hlavati, Tarso Jelenér, Jaromír Hanzlík, Varga T. József, Hanna Maciuchová, Magda Gabi, Lenka Termerová, Simon Mari, Marie Motlová, Győri Ilona, Dana Kolázsová, Borbás Gabi, Bozsena Bőmová, Martin Márta, Simona Stasová, Palás Tibea, Bohus Záhorszki, Csákányi László. Zene Jan Fischer, fényképezte Jindřich Novotný. A filmet Jaroszláv Dudek rendezte. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült. Magyar szöveg Szeredi Anna. Hangmérnök Bognár Gyula, rendezőasszisztens Farkas Gábor, vágó Gáspár Tamara, gyártásvezető Csáki Vera, szinkronrendező Vas János.